jelenik meg, tehát minden a tudok választani, éppen melyik nap van, és melyik állapotban hasonlított, fantasztikus. Kérem szépen, ezzel a egészségügyelőségi programunk majdnem végig ért, hiszen szeretettel köszöntöm körünkben nagyon rád, az Erzsébet program szóvívőjét, aki most ki fog ide párolni, és megkérdem meg a szólás lehetőségét, hogy tájékoztasson bennünket az Erzsébet program, mint egy európai sikertörténet című előadásában. Köszönjük, Károly, megköszönöm a lehetőséget. Azt hiszem, hogy nagyon sokszor hangzott el ez a szó most az elmúlt előadásokban, hogy lehetőség, úgyhogy én is azt beszéljek egy újabb lehetőségről. Nagyon köszönöm még egyszer a meghívást, és nem ez az első meghívás, hiszen tavasszal már lehetőségem volt arra, hogy bemutassam ezt a programot, ami azt hiszem, hogy nem tudnás azt állítani, hogy egy olyan óriási nagy program, nem csak Magyarországon, de Európában is, amire méltán tudunk szükség. Az, hogy most itt lehetek, az részben nekem is egy lehetőség, hogy bemutathassam azt, hogy mi történt a szépen. De mivel nagyon sok segítséget kaptunk az önkormányzatoktól, akár a család segítőnk keresztül, akár iskolákon keresztül, de sokszor nagyon direkt segítséget kaptak a családok, gyerekek, amikor önkormányzatok bevállalták például az önrész megfizetését, amikor önkormányzatok bevállalták azt, hogy utaztatják a gyerekeket a táborokba. Azt hiszem, hogy ez nem csak egy lehetőség, hogy elmondjam, hogy mit végeztünk ebben az évben, de bizonyos értelemben kötelesség is, hiszen egy kicsit elszámolgatta, hogy az a közös munka, amit elvégeztünk, az hova is vezetett. Az Erzsébet programról nagyon röviden összefoglalva, azt hiszem, hogy a legrövidebben tudnánk összefoglalni, hogy az elmúlt 20 év legnagyobb szociális programjáról beszélünk itt Magyarországon, és ez egyik legnagyobb szociális programról Európában. Hiszen az, hogy egy 10 milliós ország egy ekkora létszámot és ilyen nagyságrendet tud üdőtetni, táboroztatni, kirándultatni, nyaralhatni, az valóban egyedülálló. És hogy nincs az a létszám, amiről beszélünk. Ez egy két éves program, tavaly indult, és ebben az elmúlt két évben eddig 260 ezer embert értünk el. 260 ezer ember, hogyha jobb lenni mondtam a Mikából, hogy gyorsan meg tudnám mondani, hogy hány százalék lennek az országban. Sok. Különösen akkor, hogyha megnézzük, hogy a 260 ezer emberből 100 ezer volt a gyerek. Olyan gyerekek, akiknek ez volt, és visszatérnék meg itt a lehetőség szóra, nagyon sokszor az első lehetőségük arra, hogy megtapasztalják, hogy milyen az, amikor valaki gyerekként tölt el egy hetet, amikor gyerekként tölt el egy vakációs egy hetet. Kiknek szól a program? A legfontosabb és legnagyobb célcsoportunk a gyerekek, illetve a családok, ahol a 260 ezer főből 153 ezer vagy nagy családosok voltak, vagy pedig olyan gyerekek, akik a táborokra, a kirándulásokra jöttek velük. De ugyancsak a célcsoportban van, tehát az általános támogatottak között vannak a nyugdíjasok, a fogyatékossággal élők, egészségügyben dolgozók, vagy éppen a közfoglalkoztatottak. Picit hadd beszéljek részletesebben a gyerekeknek szóló programjainkról, hiszen azt hiszem, hogy a gyerekek jelentik azt, ami majd a mi jövőnkben, hogyha nem fog vissza ugrani a program. Ebben az évben csak a táborokba és csak a kirándulásokra 50 ezer gyereket vittünk el. Ez azt jelenti, hogy volt egy tavaszi kirándulásunk, ez azt jelenti, hogy volt egy 7 hetes hosszú nyári táborozási időszakunk, és éppen még a napokban is folyik az őszi kirándulás, ami egy 6 éven keresztül folyó, gyakorlatilag 3 napos osztálykirándulások egymást követő folyamata. Csak az őszi kirándulásokon most 9 ezer gyerek vett részt, és ezen a hétvégén fog véget érni az őszi kirándulások lehetősége. A nyári táborokról néhány szót hadd mondjak el, közel 60-féle táborot érdeztünk meg a gyerekeknek, ami azt jelenti, hogy volt benne nagyon sok sporttábor. A nagyon sok sporttáborban olyan programvezetők voltak, mint az ökölvívó táborban Kovács Kozó vagy Erdély Zsolt. Az úszótábor Kovács Hági vezette, a teniszábor Szávai Ági vezette, a focitábor
visszahozó bocsánatotávot, Báder Marci. Olyan nevek, olyan olimpiai bajnokok, olyan világbajnokok vállalták ennek a programnak a vezetését, akiknek azt hiszem, hogy nem kell különösebben nagy reklám, és nem kell különösebben senkit megnézni arról, hogy mi az a színvonal, mi az a minőség, amit ők ezekre a táborokba a gyerekek életébe hoztak. És azért fontos hozzátenni, hogy ezek az emberek nem csak a nevüket adták, tehát nem megírnak egy programot, amit aztán valaki levezényelt. Ezek az emberek ott voltak, néha nem csak egy kurzuson, hanem több kurzuson keresztül végig a gyerekekkel, ők vezették az edzéseket, együtt elérdeltek a gyerekekkel, együtt játszottak, együtt futottak a gyerekekkel. És azt az élményt, amit látni lehetett ezekben a táborokban, azt hiszem, hogy nem kell külön leírni, hiszen egy olyan gyerek, aki például éppen Hanszi Dániel, aki Cselgás Európa bajnok volt, egy olyan kislány szerezettől, aki Nánzén-Szalkáról érkezett, és nagyjából hát olyan nagyon-nagyon sok tapasztalata nem volt a Cselgásról, és azt mondta rá Dani, hogy ez a kislány egy csiszolatlan gyémánt, és belőle bajnok lett. Most már együtt dolgoznak egy közös programban, erről nem sokára meg külön fogok beszélni. De nem csak sporttáboraink vannak, hiszen olyan alkotótáborok, képzőművészeti táborok, néptánc vagy zenei táborok, önismereti táborok, DJ tábor, média tábor. Ezt a közel 60 féle tábort még felsorolni is nagyon nehéz lenne, viszont minden gyerek tud olyat találni benne, amit szívesen csinál, amivel szívesen foglalkozik. Nagyon fontos az, hogy ezekre a táborokba egyénileg is eljöhetnek a gyerekek. Tehát nem kell, hogy legyen egy közvetítő szervezet, nem kell, hogy egy valamilyen egyesületen, civil vagy állami szervezetre keresztül jöjjenek. Lehetőségük van arra, hogy csak a családba lehetőség. Ezzel szeretnének egy adagát lehetőség. Jelentkeznek egyénileg, és eljönnek. Sok munka majdnem semmiért, és ez szó szerint érthető, hiszen amikor azt mondom, hogy ez a lehetőségek programja, akkor ez arról szól, hogy minden család tudja megegyezni azt, hogy a gyerekének legalább egy hét nyári szünetet biztosít. És ennek az a módja, hogy azoknak a gyerekeknek, akiknél a családban kevés az egy szülő első jövedelem, ahol a családban egyébként eddig még soha nem fér bele a nyaralás, ott fejenként 1000 forintért biztosítjuk ezt az egyhetes táborba. Azt hiszem, hogy 1000 forintért táborozhatni nem nagyon szoktak, és nem is nagyon van rá precedens. De az, hogy 1000 forintért egy gyerek el tud jönni teljes ellátással, például egy kovácsági úszótáborba, az azt jelenti, hogy ezt mindenki megengedheti magának, ezt az esélyes tábor. És ahogy már mondtam, voltak olyan önkormányzatok, ahogy felajánlották a közösségeket, az 1000 forint is nehézség volt, biztosították a gyerekeknek a családnak, hogy emiatt az 1000 forint miatt ne maradjon ki egy gyerek sem a táborokból. Egyébként pedig azoknak a gyerekeknek, akik nem ilyen nehéz körülmények közt élnek, 10.000 forint a táborozás díja, egy-két teljes ellátás, fentlakás, programok, kirándulások, játékok feltételezők, amit csak el lehet képzelni. Így gyakorlatilag én tudom azt, hogy egy 4 napos erdélyi
aminek az a lényege, hogy a nyár és a következő nyár között eltelő időszakban sem szakadjon meg a lehetőség a gyerekek számára. 12 területen a táborvezetők kiválasztottak 100 tehetséges gyereket, tehát mindenki a maga területén 8-10 olyan gyereket, akik valóban kiemelkedő tehetséget az adott területen, és ők évközben nem csak személyre szabott fejlesztési programokat kapnak ezekről a mentoroktól, hanem két alkalommal lindatos táborokban is részt vesznek, ahol gyakorlatilag tovább tudnak együtt dolgozni a mentoraikkal. Pont Hasszidányon is illetően többször felmerült ő neve, már többször járt ott a kislánynál, az edzőjével egyeztetett, és ezek a mentorok folyamatosan végigkísérik a gyerekeknek a fejlődését. És egy nagyon fontos tudnivaló arról, hogy a támogatóprogram teljesen ingyenes, nem a szülőknek semmilyen anyagi áldozatot, befektetést nem jelent. És ha már befektetésekről és pénzekről beszélünk, ennek a programnak, az Erzsébet programnak az éves költsége 3 milliárd forint, ami egy nagy összeg. 3 milliárd forint akkor is nagy összeg, hogy ilyen nagyon nagy létszámról beszélünk. De különösen akkor figyelemre méltó, hogyha megnézzük azt, hogy ebben semmilyen költségvetési támogatás nincs. Ez a program nem valakitől elvesz, és valaki másnak ad oda 3 milliárd forintot, hanem egy olyan nevezetett alternatív pénzforrásról működik, ami segíti azt, hogyha a költségvetésben bármilyen változás van, a költségvetés bármennyire is változhat, ez a program ez mindig egy olyan biztos alappal működhessen, amitől fenntartható lesz, amitől kiszámítható lesz. És ez a biztos alap az Erzsébet utalmányok forgalmazásából adódik. Az a bevétel, ami az utalmányok forgalmazásából befolyik, biztosítja gyakorlatilag teljes egészében az Erzsébet program működését. Szeretném az önkormányzatokat még egyszer megköszönni azt a segítséget, amit nyújtottak a programból, és ugyanaz szépnek nincs vége, de az Erzsébet programnak legalábbis a nagy részének már vége van. Október közepénél most már a szociális ülések folynak, tehát a gyerektáborok mellett azok a szociális ülések, amit a nyugdíjasok, a fogyatékossággal élők, vagy éppen a rangcsaládosok tehetnek igénybe, ez egészen december végéig folyik. Viszont ennek az évnek még egy nagyon fontos momentuma várhatunk rá, ami pedig a következő évi pályázatok kiírása. Az év végén felé tehetünk